Edith. It looks as though this letter was torn up in rage. I should reassemble the fragments to read what was written. Oh, they will. Boss Mac. Yeah. Vamos na meu. Again. Remek puzzle-os vagyok. Oda nézzetek, kész is. It appears that Jeremiah received a threatening letter from somebody known as the Dart. Ó, bazd meg. Nyíl! Egy kérdés könyvetően tud lenni, különösen azok számára, akit nem tetszik az írgatók, és nem fejezik be, elég rohadt dolog lenne, valakit szeretsz, és a követ törődsz, például a nővéred. Ó, bazd meg. Tehát megfenyegették őt. The Dart. He was at the center of a notorious case from 1888. Ilyen izé volt, bomba volt, ott van. A schematic for a homemade bomb. One of the solenoids for creating a bomb. This is egyértelmű. This is probably Janet, Jeremiah's sister. Mhm. Does he plan to escape from London? It's over. The demon is defeated. Oh, thank you. Legyőzze a démon, ennyi. Now, pray for Jeremiah's soul and give thanks, sister. Goodbye. Lord be praised. Goodbye. Szegény öregasszony. Ez mondjuk ez egyértelmű. Támadó. Egy is ugyanaz a személy, akit a kocsmában láttunk, és aki megpróbálta meg... Így van. Igen. Jó, itt nincs semmi. Ez mi? Nem, a merénylet egyértelmű, meg akarta bosszulni a tesóját. Jó. Jó kis bomba a testtalan. Micsoda? Ja, igen. Hát mondjuk azt nem értem, hogy azt úgy mi alapján vagdostam el, tehát... Kérd meg Lestrade-et, hogy jó, oké. Akkor megyünk a... Igen, a skótlen gyárdon még nem voltunk. Jó, mondjuk nem pap... Na mindegy. Így lehet, hogy Lestrade nem fogja letartóztatni, mert ki maga? Atyám! Hogy visszaöltözünk. Mondjuk ezt tök jó bírom, hogy ez ugye eddig a második pálya? Második, azt hiszem. És hogy, illetve hát jó volt ugye ez a kis, amikor ugye a nőnek a ki kellett deríteni még tegnap ugye a legelején, az ilyen rövidebb sort valami volt,
hogy valójában a szeretője az igazából az apja volt, vagy a fogadott apja, a stepdaddy, hogy az előző részben is ugye volt lehetőség arra, hogy átöltözzen az ember, de kb. A nem tudom, 6 vagy 7 pályából így egyszer kellett, vagy kétszer. Most meg már azért már egy pályán belül is többször kell átszázni magunkat, úgyhogy végre van értelme annak, hogy, hogy amiért ott van a szekrény, meg az áruha, meg a sminkasztal, ilyenek. Na. Mr. Holmes, you're still alive. I can tell that displeases you. Oh, a faulty deduction for once. Due to the attempt made on my life, I would like you to apprehend Jack Cole. All right, Mr. Holmes, we'll apprehend him immediately. Ennyi. Inspector, the suspect has been apprehended. There you are, he's all yours. No need to thank me. How can I help you, Mr. Holmes? Ja, semmi. Nincsenek ezek? Van valami? Personalized thuggery. How novel. Hát most ettől a hatalmas nagy gangster tényleg van egy izéje. Egy boxere. Na mindegy, igen. Ziggy. Expensive cigarettes. Jó, csak ez jelent valamit. Ott nincs senki. Jó, hát akkor kihallgatjuk. Please escort this suspect for interrogation. Na nézzük, kihív a hok. Jack the Hammer Cole, we meet again. Why am I here? Don't pretend that you don't know. You're a suspect in the case of an attempt made on my life. Rubbish. Just like the old days, eh? Arresting me on suspicion. You've got nothing. Oh, no. How about the revenge for the trouble that I brought to your gang? And also your brother. Don't you dare mention my brother. Your brother was hurt. It was a regrettable accident. He was in the wrong place at the wrong time. Jó, akart megszökni azt. I can hardly be blamed for that. Ja nem, a csajnak az apja akart megszökni, a Hamilton. Bastard. You're the one responsible for him becoming a cripple. He was innocent. An accident, you say? Oh, I can't wait for the moment that you get whacked proper. Quod erat demonstrandum. That's your proof. If I wanted to kill you, you'd be dead already. Lad. Do you know what happened at Baker Street that night? I do know, but I had nothing to do with it. And where were you at the time? I was at my tavern all night long. I see. Hát jó, de nem... Igen, ezt akartam mondani. I went to the place, and I saw a man with a hair lip arriving to meet with you. What business do you have with him? Business? He's a regular customer, that's all. Mm-hmm. And what about the suitcase that your regular customer brought to you? What? What are you talking about? Why, the suitcase full of stolen silverware that I found in your secret room? What? How? You search my room. It's not stolen. I often buy a lot of different things and sell them on after. It's all legal. Oh. Oh, I believe. Tehát legálisan eladja, de attól még lopott. Hát most ezzel nem jutottunk előrébb. Nem sokkal. Hát ott valami vágások, igen. Harc. Szomorú. Jaj, sírt. Nemrég sírt. Az mi? Börtön tetkó. Ű, bazd meg, az bunyó. Szerintem szabad kőműves. Nem szabad kőműves, dicsekvés gondolom. Érdekes, amilyen nagybőségényed, hogy elkészítettem harcot, ökölvívó. Akkor nem az a húca ízé. Bázik az ökölvívót rontottam el. Picsába. De hát most ezt amúgy honnan kellett volna tudni? Tehát nem mindegy. Nem sokan múlt. Hmm.
Tényleg volt, remegy egy zsakon, hozzatok a tenni, vágyjáért, a kis gyorsan megsült a sarkom zárta a szervezet rend... Ja, igen. Nem hiszem. Ennyi lett volna? Nem, hát még vannak még bizonyítékok. Aha, jó, ezt akkor megnézzük, hogy mi volt 88-ban. De belekerülhetett ez a Jeremy-e valamilyen, ja, mehetünk is egyből így. Mert ugye eljöttünk az öreg lánytól, és ott találtunk valamilyen, nem is tudom milyen dokument, hát ugye ezt a dokumentumot, amit itt az előbb olvashattunk. Ja, most mondjad, Anni, kinek szurkolsz a mai internacionál egyértelmű, nem? Mondjuk anyámnak igaza volt, hogy csóri olaszokban, tehát tényleg nem jutottak ki a VB-re, EB-re, mind a három kupasorozatban egy csapatot adtak a döntőbe, bazdnek, és eddig kettőből nulla. És nagy eséllyel a harmadik is nulla. Tehát, hogy így... De fölfoghatjuk úgy is, hogy ott voltak három kupasorozatnak a döntőjében, és hát oké, nem jött össze, de hát na. Európában ők a második legjobb. Sőt, ha úgy veszik, akkor végig is ők a legjobbak, mert a többi kupasorozatban ugye... Már nem, mert azért két angol. Hát az angolok akkor most így, ha a City nyer, akkor az viszi a... 88 volt, ugye? Testvérét egy bordélyba kerebenő bekerült egy hasonló ügybe. Weber banda vezérét, Percy Neil Fleminget, és bordélyházok működ... Férhattyú. Hét év börtönre. Az igen. Elmegyünk egy bordélyházba, az izgi lesz. De mi, hogy most mi, hogy lett, miért? De öltözünk már át, basz. Hogy nézünk így ki? Ez nekem fura. Mindegy. Nem tudok átugrani a nőhöz. A picsába. Na. My name is Sherlock Holmes. It is my business to know what other people don't know. A map of London and its surroundings. De ő, nem tudunk bemenni, vagy nem kéne lemenni. Nekem ez most olyan kevés dolog, hát mi most behívjuk, és megint mi alapján fogok meggyanúsítani, mert a call is oké lenne közben, ez a szál se halad, vagy halad? Ez nem tudok bemenni. Jó, hát akkor menjünk a Scotland Yardra. Ez a... Ez a izé... Ezt meg kéne forgatni, nem? Nem, nincs semmi. Nem. Jó, tehát akkor izének nincs semmije. Ezek szerint a... Ja, még nem kértük meg. Jó, hülye vagyok, persze. Lestrade, I have a suspect in our case. It's Percy Fleming. Can you apprehend him?
I'll give the order to the constables. Inspector, we have the second suspect for you. Now, just admit that Scotland Yard is looking after you well, eh? Well, I'd be of little use to you dead. Igen, azért kölcsönös így az együttműködés, úgyhogy, na. Akkor megnézzük, ha ott van. Ez mi? Forgat. Well, that's rather tasteless. A spintria, used in the brothels of ancient Rome. Értem. Ez mi az anyám ez? It looks like encrypted records. Oh. El kell menni dekriptálni? Na jó, dekriptáljuk, mielőtt kihallgatjuk. Szerintem. Meg gondolom, akkor lesz értelme izének, tehát akkor tudunk majd valamivel úgy tudjuk megfogni majd, ugye beszélgetés közben. Kérdés, hogy az asztalomat rendbe hozta-e már ez a majom, ugye felrobbantotta. Igen, és most ugye az is kérdés, hogy most azzal mi van? Tehát, hogy így az amerikai csávónak a története az így... Most így... Hát ez ott van, fel van robbantva, bazd meg. Thanks to Wild, my analysis table has been completely destroyed. Hát akkor hol elemezzek? The text is encrypted. If it's Caesar's shift code, it might be easily deciphered. Elementary. Adósok listája, összegadó fizetési, nem tudom mi, ja, hogy gondolt elidő? Franklin Jack, Jeremiah Throne. It's a notebook filled with debts, and Jeremiah's name Igen. is on the list. Get into the cab, quickly! Ő most azért lesz, vezetik egy lovat? Ja nem. De mi az anyámért megy le az utcára? Szerintem ezt szándékosan csinálják. Tehát lehet, hogy ezzel akarnak csapdát állítani a Holmesnak, az igazinak, és valójában ő nem is amerikai színész. Vagy lehet, hogy amerikai színész, csak meg van az egész játszva. I should find a way to get inside. És szerintem, hát most innen megszöktetni valószínűleg nem fogom. Tehát itt szerintem az fog kiderülni, hogy benne van ő is a buliban.
Az a baj, hogy itt nincs olyan sokáig. Át tudok mászni itt a falon, vajon? Hát, hogy nem oda mögé kéne menni. Oda kéne eljutnom, gondolom a kapun nem tudok bemenni. Láttam egy csávót valahol, de most megfordul, de itt is kell lennie egynek. Hát, picsávó volt. De ezt nem akarnám újra kezdeni, úgyhogy... Alakjön. Tudom, leütni nem tudom. De ez merre fog jönni? Mondjuk itt ki tudom kerülni. De itt miért nem érzékelem, hogy... Na és eléggé hamar. Ha szorosan mögötte kéne menni, ezt valahol ott elbújni. An ancient Indian ritual knife, Tini. Jó volt mentés. Csak hogy át tudok egyensúlyozni? Jep, faszt, át tudok sétálni. Hogy kéne egyensúlyozni.
Az igen, megver? Hát... Mi a fasz? There was a fight here. Orson attempted to resist, but someone or something convinced him otherwise. Hát, akkor viszont, mondjuk én még mindig azt mondom, hogy ezt is meg tudják rendezni vagy szervezni, hogy mint hogyha őt nagyon verték volna. Nem ez gyanús. Most itt végig kell lopakodni. Picsába. Ja, nem ott van. Ja, az a nyúlszájú. Meg a izé, aki most besugja a kaput, az a bandita volt, akivel a, az egyik, ami, aki ugye meg akarta verni őt a... Ruby, amethyst, and emerald. All fake. Ez nem mozdul. Cousins out fighting bobbies and stealing antiques, and what do I get? Guard duty. Relax, boy. Got early first. How long will that take? 2 years already, and nothing's changed. I know, mate, but one of these days I'm sure. Meket kettem vannak ott, az mondjuk itt. Fönt láthatnak? Szerintetek? Hogyha most én itt elmegyek, akkor ő észrevehet? Nem. Csak gondolom vigyázzunk, hogy, hogy lelökjek valamit. The sound of a gong will attract the guards. I need to be careful. Csak le kell ütnöm.
Hát akkor csak lesz izé, box. Ja nem, gongot kell szerintem. Bazd meg. Ugye nem a legelejétől kezdem. Jó, hát. Nem szerintem a gongot kell akkor meg izé gongatni. Kúrva jó. Szevasz, betyár, mi újság? Tiszta Hitman. Az, mondjuk én imádom ezeket a játékokat, tehát nekem a Sniper Elite meg a Hitman játékok az egyik kedvencem. Tehát pont emiatt a játékstílus miatt, hogy ki kell találni, hogy merre mennyi. Osonnyál, mondjuk azt nem szeretem, hogyha ha lebuksz mondjuk, akkor utána a legelejéről kell kezdeni. Az fájdalmas, de mondjuk hánysnak itt nem. Hogy nem annyira előről. Mindjárt megkongatjuk a gungot, úgy. Ez van harang is. Jaj. The sound of a gong will attract the guards. I need to be careful. Boys, check out that sound. There's someone there. Sikerült. Hű, ez az. Ott van a izé, nyúlszájú csávó. Hey! We need to get out of here. Hát jó, akkor végig is a robbantónk, ez meghalt. Ja, hogy kijutottunk. Oké, okay, tehát akkor az most nem feladat, hogy kijussunk. De mit akartott egyedül csinálni? Tehát, jó... abból lesz a mondom, hogy kaptam feladatokat, hogy osonni kellett ilyesmi, ezt értem. De most, ha belegondoltok, ott állt a nyúlszájú egyedül, tehát emberek járkáltak körbe-körbe, és egy darab szobában ott így lögdöste őt, egy bögdöste egy pisztollyal. Tehát most... akkor mi a faszért nem lőtte le a nyílt utcán, vagy valahol elviszik, és sikertorban lelövi, az kész. Tehát ez egy kicsit ilyen... nyilván azért volt, hogy... What's happened, Mr. Holmes? We've come from the abandoned St. Patrick's Abbey. I uncovered a gang of armed bandits there who did their best to kill me. Again? I'll send our best team to arrest them. Well, I doubt that you'll find anyone left, but if you hurry up, you might just find the spoils left over from their burglaries. I see. And I'd be very grateful if you could keep an eye on Mr. Wilde here. But Holmes! Végre! Menj a büdös csába. Why? Please try to remember. Yeah, the slightest detail, etc. Well, apart from the smell of those bandits who kidnapped me, nothing special. And this Jeremiah was spending his time complaining about working for the fart. I think you mean the dot. Yeah, whatever. Jeremiah said that they should all wait till the fart was released. Makes no sense, right? Please, sir, release my son. Mr. Holmes, can we go home? I need... That's... Igen, azt már megvizsgáltuk, úgyhogy igen, most jön a Percy. És most tudjuk, hogy mi volt az izé, tehát milyen tartozásai voltak. What's the reason for my arrest? This is an outrage. Please, escort this suspect for interrogation. Just ez bonyolódik. It's the flopper. Flopper?
You're aware of what happened to Baker Street the other night. I'd say I'm a little luckier than that. Well, I don't give a fig. What were you doing two nights ago around 1 a.m? I was at the White Swan. The White Swan? The brothel that you own. That can't be counted as an alibi. What do I need an alibi for? Does the name Jeremiah ring any bells for you? It's the first time I've heard it. Mm-hmm. Como? You're an idiot. Be quiet. De titkos feljegyzés, hogy mi a fasz? Hagyjál már, bazd... Ja, na. You said that you don't know a Jeremiah, but he appears in your notebook with your other debtors. Oh, Jeremiah. Ja, már emlékszem, mi? Yeah, he owes me a bit of money. How do you know him? Ah, he's always coming around, begging for odd jobs. But he just talks rubbish, he's off his head. Do you have any business with Jack the Hammer Cole? I have. He sometimes provides my business with goals. But he's stupid. A hot-headed clown. Yeah, I'd be worried about him if I were you. Yes? He told me what you did to his brother, and... Well, let's just say he hates you. Mit tudom én, banda háborúban az meg? Honnan a tökömből tudjam? Jézusom! Pontos is volt. Ez a borzén szorítanos, hogy az ember fogja egy idiotos különc emberek, odafigyel magára, és a pihaz arcán tanúsítja, hogy részt vett benne, hogy nyíl. Csak nemrég szabadult, így van. Hát ugye őt mi csuktuk le. És meg kell vizsgálnunk a dolgát, ez ott lengyárnom. Na, akkor nézzük a... Új. Tudom, bazd meg, nem tudom! Honnan a faszból tudjam? Na jó, nézzük meg, hogy mik vannak. Nem, még vannak. Nem. Köszönjük, Fleming, azért használtad a Jeremiah-t a piszkos munkához, mert tartozott neki. Fleming, mert nem követeli a pénzt tőle. Hát így már nyilván nem. Bassza meg, minden nyomot megtaláltam. Mármint hurrá, ennek örülök, csak... Na mi az, amit tudunk? Tehát Cole indíték a Jack Alpácskodnak, Szilárd indítékkal volt rá, mert ugye a bátyáért, aki súlyosan megsérült a... Oké.
Ugye ez a rész itt a Cole része, akkor ha minden igaz. A 8 éve férfi elment a kocsmába, hogy találkozzon Jack Kalapács Cole-lal, azért mellett a követő éjszakán. Oké. Jeremy egy és ugyanaz a személy, aki kocsmában láttunk, és aki megpróbálta megölni Holmes-t. Az is egyértelmű. Tehát ő, az tény, hogy ő akarta megölni, tehát az mondjuk bomba készítő van. Jeremiah készítette, így van. Tehát a Wiggins ugye látta a Jeremiah-t eldobni meg ízét, tehát hogy mindenképpen ő volt. Pénz. Lehetséges, hogy Percy Neil Fleming azért használta Jeremiah-t a piszkos munkához, mert tartozott neki. Vagy lehet, hogy csak a lopott cuccokat el akarta adni. Mert abban talán igaza van a Jack Cole-nak, hogyha ő meg akarta volna ölni a Holmes-ot, mert rég halott lenne. Ugye akkor így jön az, hogy pénz. Tehát lehetséges, hogy Percy Neil Fleming azért használta a Jeremiah-t biztos munkához. Ez mondjuk igaz. Azt tudjuk, hogy Jeremiah-nak volt tartozása. Szerintem ott csak el akarta adni. Ez az Orson gyanús amúgy. Végül is, hát az a gyanús, ami nem gyanús. Tehát, hogy ezen az alapon... Ja, értem. Na nézd, én szerintem ő az. Mert tényleg a másik kettő ez megtudta volna, és a... Mr. Holmes, I'm grateful to you for the opportunity to experience all of these superb sights and smells beteg. Of criminal life. But I think I've had enough now. What was the reason for Jeremiah Thorne's death? Are you joking? Put your deductive skills to work. Self-defense, my dear Watson. That's quite enough, Wilde. I know that you are guilty of the attempt made on my life and of the murder of Jeremiah Thorne. Holmes! You're my best friend. Mm-hmm. Why are you doing this? Oh, stop all this. The case is solved. You came to my house for the sole purpose of taking my life. In addition, you hired Jeremiah to do your dirty work. And when you realized his failure, you murdered him to conceal any traces of the crime. There's no chance of you avoiding the gallows. Gallows?
Absolutely not. That would mess up my hair. Hát akkor nem. Hát pedig, de most tényleg, tehát sose, most azt nem értem ebben a játékban, hogy a legvégén így ki kell próbálgatni? Vagy tehát minden lehet, vagy ha éppen ráhibázom, akkor mert igazából mindegyik lehet magyarázat. Percy Fleming, you are charged with conspiracy to murder. What? You used Jeremiah Thorne in your little game because you didn't want your hands dirtied. You're lying. Jeremiah spoke to me before he died of how you ordered him to throw the bomb and, after its failure, to abduct me. Nah, I don't know what you're talking about. Shut up. I think that it's perfectly clear. Attacking Mr. Sherlock Holmes is one of the quickest ways to be hanged. Nah, you can't do that. I'm an innocent man. Constable, take him back to the cells. Hát... Percy Fleming. Akkor ő volt az. Hát igen, valahol a másikat, a Colt azt azért zártam volna ki, mert ugye tehát volt tartozása. És nyilván azért mérölni meg, tehát vitt egy csomó cuccot, azért gondolom kapott pénzt, ami valószínűleg nem volt elég ahhoz, hogy kifizesse. És akkor... Ezt nem értem, mert ugye, nem, tehát, hogy szokott neki ezért pénzt adni, akkor abból miért nem, tehát valószínűleg nem tudta kifizetni a teljes tartozását, és akkor ezért még megbízta őt, hogy jó van, akkor maradék összegért cserébe, nem tudom, nyírt ki a Holmesot. Hát, nem tudom. Szóval azt nem értem, hogy igen, itt amikor a végső döntést meg kell hozni, igazából mindegyik szálnak van magyarázata meg értelme. Tehát honnan az anyámból kéne tudni, vagy tényleg akkor még egyszer át kéne minden ilyen jegyzetet, párbeszédet olvasni, hogy és abból levonni a következtetést? Tehát, hogy... mert igazából egyik se egyértelmű. Tehát, hogy találkozott a Kóllal is, megbeszélésem volt, tehát mondhatta azt, hogy itt vannak a lopott cuccok, vagy nem lopottak, tök mindegy. Adért a pénzt, hogy ki tudja fizetni a tartozását, és mit tudom én, nem adott volna eleget, és azt mondja, hogy jó, fiam, akkor öld meg a Sherlock Holmes-t, és akkor adok neked annyi lóvét, hogy utána ki tud fizetni a Percy-t. Szóval nem vágom, hogy most így, nem mindegy. Holmes, you simply have to face up to it. You need to have a serious discussion with Kate about her origins. I can't. No more excuses. She will learn soon enough that Alice is leaving. This other hidden secret. She will not forgive you. She does not need to know why. No? So she will blame you for Alice's departure. Is that what you want? No, I certainly... It's as Kate said, I always do the wrong thing where she's concerned. Now look here. I'll take care of your case once we're back at Baker Street. Cabby, why have we stopped? The road to the square is blocked, sir. Why? There's been a bad road accident. Oh, splendid. Összeütköztek a lovak, vagy mi a... Ja. We'd better hurry. There may be injured who need help. Azt a kurva. Fasz, robbanás történt, hogy mi? He has stopped breathing. His pupils are constricted, but they are moving. He is still alive. I must act quickly to save him. Ja, hogy nyomni kell, aha. Ha, 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 staying alive, staying alive. Ha, 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 staying alive. Annak a ritmusára kell nyomni, ugye?
Ébredj már föl, az meg. Thank goodness. This man will live. Tüm. Don't just stand there. Do something. Csináljon valami a faszt. Please move to a safer area, sir. Jó, megmentettünk egyet, jó. Don't worry, I'm okay. Oh, my shoulder. I'd better call for Watson. Holmes will find a way to free this poor man. Jó, akkor Holmes majd kiszabadítja. Vézd is magát rá, tőlem! Igen. Vágjuk le a lábát. Mit tudunk még? Így kell húzigatni az egeredben. Jó, jó. Jó, és hogy szedem ki, bazd meg? Ja, hogy így. Jól van, ott van valami izé, danger. Meg kell tudna menteni mindenkit? Még, hát, jó, hát húzzuk ki, ez már halott. Jó. Hát valaki meghalt. Ez kell a izé. There are no wounds or injuries. I'd better call for Watson. Please help me. My leg. My name is Dr. Watson. Let me examine. Mit kell? It hurts. There's some extreme bruising. No bones appear to be broken. I think that an improvised bandage will do for now. One moment, and I'll fetch what I need. Now, let me apply the bandage. Thank you, Doctor. Egyszerű volt, igen. Jó, ott van bent valaki, ajaj, ajaj, ujj, ujj. Thank you, doctor. I see no visible injuries. Perhaps I could use ammonia. Oh, my head. Igen.
Ez itt robbanni fog, de mi a fasz? Oh, my shoulder. I'm a doctor. Will you allow me to look at your shoulder? De mi most ebből a izé, ezt hogy kell megcsinálni? It appears the police have arrested someone. Perhaps it is the person responsible for this disaster. Oh, what a mess. No. Viszont, hát ugye ez már egy új bűntény, úgyhogy itt... Let me go! You're talking nonsense. Insulting a police constable, eh? That's quite enough. What's happening here, constable? Mr. Holmes, this gentleman here is the fellow who built the scaffolding which collapsed and caused this accident. That ain't true. How were you hurt? This hammer hit me on the leg. How? It flew out from the scaffolding I put up. When the damn thing collapsed, the hammer flew out and coshed me leg. You were standing over there at the time. Oh, aye. Yeah, that's right. So it would not have been possible for him to bring the scaffolding down, constable? Perhaps it was... poorly constructed. Oh, right, yes, of course. And what made it fall? Perhaps it was you, waving around that rotten stick of yours. You'll wind up getting a taste of it if you carry on like this. One moment, Constable. The scaffolding here has been entirely dislodged. It is unlikely that this disaster could have been the fault of this gentleman. Allow me to inspect the area. And if you could possibly be of use, close off the surrounding section. Do not grant anyone access, nor allow them to leave. Is that quite clear? Absolutely, Mr. Holmes. This accident is a little unusual. I need to concentrate on the details. I must include all the participants in the accident sequence. Mi van? Most nem találtam semmit, vagy ez mi? Ez kép? My poor leg. What do you make of this accident, Holmes? Na mindegy, szerintem itt fejezzük be, mert úgyis ez már ugye a következő játék lesz majd. Így most legalább akkor nem kell rohannom, mert 8 óra van, 9-kor kezdődik a BL döntő, úgyhogy még így el tudok még készülni, el tudok mosogatni, ilyesmi, amit akartam még, és akkor utána tudok még menni, mert nem itthon leszek. Úgyhogy, jaj, legalább akkor nem kell ezért rásolnom. Hát én azt gondoltam, hogy egy kicsivel több idő lesz majd ugye az előző pálya, hogy még ott így a szállak még nagyon kúszák, és idő lesz, mire kibogozom őket. Még egyszer mondom, nem tudom, hogy mi alapján lehetne kitalálni, vagy ez tényleg ez így működik, hogy végigpróbálgatja az ember, hogy melyik a jó, vagy ráhibázik, nem tudom. Ha valaki tudja a megoldást, akkor írja már meg, hogy így például az előző pályát azt miből lehetett volna egyértelműen, tehát úgy minden kétséget kizáróan elsőre rávágni azt, hogy a Percy volt, és nem pedig a Cole, vagy a hogy hívják, az Oscar, vagy nem tudom ki a tököm. Úgyhogy nem tudom. Na mindegy, érdekes. Minden esetre megvolt annak is, hogy egy gyilkosa. Itt pedig, hát ez mondjuk, igen, ez egy ó, szegény paci basz. Van itt ugye minden, most a nyomokat fogunk majd keresgélni, kocsik itt jöttek, mentek, ugye nem tudjuk, hogy hirtelen mi történt, lehet, hogy egy ló neki ment az állványzatnak, na mindegy, ez majd kiderül.
Lehet, hogy ez olyan ügy lesz, ami nem gyilkosság, hanem csak ilyen gondatlanságból elkövet, vagy ez is lehet, hogy valakit meg akart. Na mindegy, hát gond, lehet, hogy kiderül, hogy valamelyik kocsiba valami politikus volt, és akkor őt akarták megölni, majd ezt erre a következő adásban fényderül, ami ugye jövő héten pénteken lesz. Ja, és ne felejtsetek el, hogy kiírtam már amúgy a szavazást a techbarat.hu-ra, úgyhogy szavazzatok mindenképpen, mert hétfőn lesz a határidő. Tehát hétfő este, azt mondom, délután 4-ig lehet szavazni. Van most ugye, 2 új játékot is felvettem, itt van egy újat, ami már megvolt. Egy ilyen nem a főzőset nem, hanem a Unrailed, az ilyen logikai valami vonatokat kell, vagy sineket kell építgetni, ilyen kis vicce, ilyen kis cuki grafikája van. Meg beraktam a Kahoe the Kangaroo-t is, megnéztem annak a videóját, lehet, hogy tudok vele játszani, nem tudom, nekem az eléggé ilyen evilági, vagy mai gyerekeknek szóló játéknak tűnik, de lehet, hogy nem. Még azt is beletettem, úgyhogy van Tomb Raider, Settlers, Wolfenstein, The New Order, akkor a Saints the Row, és szerintem ezek vannak, plusz még amiket ugye felsoroltam. Na, úgyhogy ennyi volt már az, ja, akkor ezt meg is állítjuk, igen. Szóval, ennyi volt már az élő gaming, amúgy is, hát inkább ezt tegnap kellett volna befejezni, de tegnap is volt dolog, meg na mindegy, úgyhogy ma is rohanás, elfáradtam már erre a hétre, úgyhogy, és szombat van már, na mindegy, de amúgy közben nagyon fasza ilyen strapa tabletet ma már leforgattam, hogy Daninak vissza tudjam majd időben adni, elvileg most a hétvégén kell neki, ha minden igaz, úgyhogy készül majd arról is egy teszt, unokaöcsémnek, a nagyobbiknak az okos órájáról is, ugye arról múlt héten csináltuk meg a vágóképeket, de hát a szöveggel, meg a vágással, ilyesmi, azzal meg még sehol nem tartok, úgyhogy igyekszem majd azzal is. De ezeket a videókat pedig a YouTube-on láthatjátok majd a sima TechBarát csatornán, úgyhogy ha még nem tettétek, akkor kövessétek, illetve a TechBarát Vodon pedig a játékok visszajátszását fogjátok megtalálni. Holnap már kikerül mindkét része a Sherlock Holmesnak, illetve lehet, hogy egybe fogom vágni a kettőt, aztán hétfőn legközelebb találkozunk, akkor pedig ugye azzal a játékkal, amit megszavaztok. Én azért ránézek, hogy hát, ha érkezett már azóta egy szavazat. Még ennyit azért így megkukkantunk. Nulla volt, tehát, ja. Igen. Hát ugye, arra felhívnám a figyelmet, hogyha valaki a Tomb Raider sorozatra szavaz, vagy a Settlers 1-7 History Editionre, az azt jelenti, hogy akkor hétfőnként, onnantól kezdve szerintem 2 éven keresztül vagy Tomb Raider, vagy Settlers fog menni. Mert hogy Settlers talán azért nem, mert az mondjuk talán gyorsabban kipörgethető, mondjuk a 2-3 hónap egy, hát nem, akkor is. De akkor is, úgyhogy azzal óvatosan, mert akkor tényleg meg lesznek a hétfői programok, vagy Tomb Raider, vagy Settlers. Nyilván a többi játék, ugye a szerda-péntek, az, hogyha azok is végjátszásra kerülnek, akkor utána vagy Saints the Row, vagy Wolfenstein, és hogyha ezek is elfogytak, vagy már nagyon kevés lesz, akkor megnyitom azt a lehetőséget, hogy lehet hozzáadni majd saját szavazatot is, tehát lehet javasolni játékot, horror, illetve thriller nem játszik, tehát ilyen borzongós játék az a no way, az egy elfesérelt szavazat, és akkor nyilván ezek a játékok megvannak már, tehát ezeket azért is raktam fel, mert egyrészt szerintem jó játékok is lehetnek, imádtam a Settlers sorozatot, a Tomb Raidert meg én soha nem játszottam, ugye, mert az újakat, ugye az újak közül ugye a hármat, azt mind a hármat játszottam. Itt ugye a csatornán is látható volt, viszont én a legelsővel kezdtem el, de én régen fostam tőle. Azért most is vannak benne ilyen para jelentek, amikor így bemész egy helyre, és látod, hogy ott van így valahol a sarokban messze egy farkas, de még ugye csak ott áll. És egészen addig nem fog rádugrani, amíg egy bizonyos triggeren nem mész keresztül. És amikor keresztül mész, akkor így vum, nagy hangeffekt, ilyen vinnyogás, ugye amikor tudjátok, amikor a hegedűnek ez a ting, és akkor egyből támad minden. Tehát tudod, hogy jönni fog, de mégis összefosod magad. De mindegy, de ezt most már azért megpróbálom legyőzni, azért így közel a 40-hez talán most már annyira nem para, főleg a régebbi Tomb Raiderek, bár azért ott meg az irányítás nehezebb, mert ott ugye még egér nem volt. Tehát, hogy nyomogatni kell ugye a billentyűzetet, és oké, becélozza automatikusan meg ilyenek, tehát ez van aim assist, de egér meg nem volt, nem is tudom, hogy egészen a 4.-5. részig talán nem lehet egeret használni, úgyhogy na mindegy, de kíváncsi vagyok rá, mert igazából az meg kimaradt az életemből, de hát ugyanakkor tudjuk, hogy a Tomb Raider amúgy egy tök fasz a játék. Saints the Row, azt mondják, hogy egy olyan, mint a GTA, csak betegebb, úgyhogy azt azért raktam be, Wolfenstein, ugye tudjuk, hogy milyen. Az Unreal, meg a Kahoe the Kangaroo, az meg olyan aranyosnak tűnik, úgyhogy, és az is megvan, úgyhogy azt már nem kell külön megvennem, úgyhogy ezekre lehet szavazni. Hajrá, hajrá! Én meg már akkor búcsúzom. Köszönöm szépen Arninak, hogy itt volt, és hát más, így meg Betyárnak természetesen. Most csak ennyien voltunk, ezek szerint akkor szombat az mindenkinek szent és sértetetlen.
ezt mit tudomásul veszem. Majd nem baj, majd, hogyha az eSport 1 TV által megismernek többen, és itt több tucatnyian fognak tolongani majd, akkor átgondoljátok még ti, hogy hát, bárcsak jöttem volna én is korábban, és én lennék a techbarátnak a haverja, mert most már viszont kiestem a Pixi, na jó, nem. Csak viccelek. Megyek. Kellemes hétvégét mindenkinek. Köszönöm, hogy itt voltatok. Ne felejtsetek el feliratkozni, vagy ha bármilyen kommentetek lenne bármelyik videó alá, akkor neked köszönöm szépen. Jó, Arnit nem, tehát Arni a moderátorunk, tehát na, nyilván azért neked megháláltam, volt itt bögre is, meg micsoda, vagy póló, meg vagy azért fizető, nem tudom, vagy küld, nem, azt hiszem az ajándék volt, ugye, meg Vikinek is. Láztam ajándékban. Meg ugye moderát, te vagy az egyedüli, nem hazudok, izén Kim kapott, de hát Kim csajból, meg azért kapott Twitch-en moderátori jogot, de más nem. Nők kapnak, illetve Arni. Tehát, hogy a törzsnézőm az egyedüli, úgyhogy akkor rajtad kívül, tehát bárki, aki itt most itt nem jött, meg úgy az, le van szarva, az majd sajnálhatja egy fél év múlva, hogy hát igen, a közismert, népszerű és mindig humoros és sziporkázó techbarát tal meg lehetett volna a lehetősége, hogy kiépítsen cseten keresztül egy olyan viszonyt, hogy igen, ő mindig ő lesz az, akire emlékszik majd, hogy igen, ők az első között ott volt. Hát így nem. Így Arni ott van, Arni tudjuk, ő mindig a kiemelt helyen lesz, így van, fönn a polcon, meg Kim is, meg minden csaj persze, a nők azok amúgy is fönn vannak, hogy mindig tehát ők az elsők. A többiek meg bánkódhatnak, majd egyszer. Még nem most, úgyhogy még van időtök. Na jó van, tényleg megyek, még kicsit gyorsan epakolok, aztán meg elmosogatok, és akkor így időbe ki tudok érni anyámékhoz is. Hajrá City, bár jó, Arzenál szurkoló, meg Barca szurkoló is vagyok, de hát most a döntőben azért, ha a City Inter közül kéne választani, akkor így van, csak a City. Nem is a Haaland, meg nem tudom, De Bruyne miatt, mert utána őket, hanem a Guardiola megérdemelni, mert tényleg, hogy szerezzen egy BL győzelmet, illetve a Cityvel szerezzen egy BL győzelmet. Úgyhogy hát erre megvan az esélye szerintem az Inter ellen. Na, majd meglátjuk. Na, majd kibeszéljük akkor ezt hétfőn. Várlak titeket este hétfőn olyan 7 óra magasságában a meglepi játékkal, amire tudtok szavazni. Na, kellemes hétvégét, hajrá City, te aztok!